védtelen vagyok, mert szeretlek. Amikor Marek Andrea Magyarországra érkezik, és valamit közölni akar, akkor az emberek felkészülhetnek arra, hogy ez ami teljesen más lesz, mint amit megszoktak tőle. Nagyon fontos spirituális utat jársz be, és vonalat képvisel mindig. Mennyire fontos az önvizsgálat? Nagyon fontos. Nagyon fontos. Léptennyomon minden nap. De nem csak nekem, és nem csak mint spirituális embernek, mert szerintem minden ember spirituális, csak valaki elrakja ezt így magától, mert még nem tartott, van, aki meg rájön, hogy hát mi van más. Sose volt bennem ilyen, hogy különböző oldalamat mutassam meg, hanem inkább az, hogy közöljek valamit, hogy valami olyat énekeljek, vagy olyat játszok, aminek értelme van, amit ha meghallgatnak, akkor elgondolkodnak valamin, vagy elkezdenek sírni, vagy elkezdenek nevetni, hogy mérek tennítsek. Ez tulajdonképpen ez a cél most is. Az én arcom Mária Magdolnáé, a tiéd aranyhátterű ikon. Én, mint a szüleim gyereke nem tehetem ezt meg, én, mint a férjem felesége nem tehetem ezt meg, vagy nem énekelhetek ilyesmiket, vagy ilyen szabad szájú nem lehetek, vagy a három gyerek anyja hogy néz az ki, stb. És azért ezeken én mind jól fennakadtam, és most valahogy egy elszerte foszlott ez a ezek kétség. Inkább kifogások voltak, vagy a benned levők át? Ez egy jó kérdés, igen, talán mind a kettő. Híres vagy meg népszerű, rivald a fényben tündök, szónapra fájó hústömeg, sonlap után megdögölsz. Holnap a fájó hústömeg, sonlap után megdögölsz. Milyen érzéssel vagy gondolattal ülhetnek be a férjek is? Tehát mit kapnak ők? Hát a férjeknek nem ajánlom, hogyha nem szeretnének mindenképpen önvizsgálatot tartani ezen az estén, akkor nem ajánlom, hogy jöjjenek a férjek, inkább az asszonyoknak ajánlom, meg a nőknek, meg a leányoknak, és a Füri Anna zenéje olyan szépen megfesti a hátteret, mindig mást fest a Judit versei köré. Nagyon sok stílus vonul fel tulajdonképpen, és ebben a drága jó barátom, Lakatos Robi nagy segítőtársunk lesz. Elindul egy út, vajon hogy lesz vége? Oda tartok rajta, a pokolba vagy égbe. Kérdőjelek, s nincs sehol válasz, Istenem, a baj. Tudom, hogy megáld az most te a színpadon állsz, ami ugye egy nagyon nagy felelősség, és nyilván azért állsz ki, főleg ilyen jellegű
abszolút magán jellegű ilyen lélek vonzoló dalokkal, meg élethelyzeteket felvonultató dalokkal, ami nem mindig szomorú, vagy bús, vagy drámai, hanem nagyon sok benne a fricska, meg az erotika, igen, meg az öröm, hogy szembesíts valamivel a nézőket, vagy felhív valamire a figyelmet. Hogy fogalmaznád meg nekem és a vendégeknek egy mondatban, hogy mit szeretnél ebben az estel nekik mondani? Bátorság. Bátorság, nem tudom. Ez jutott eszembe. Nézem a hintaszéket, hogy nagymama lett.